Tisztelt Közgyűlés, úgy látom, hogy sikerült elég nagy utat bejárni a Fidesz frakciónak, hiszen a Fidesz frakció prominens képviselője Kovács Sándor alelnök úr volt az első, aki megköszönte a rendőrség munkáját. Hogy miről beszélek, azért szeretnék emlékeztetni a igen tisztelt Fidesz frakciót, hogy néhány évvel ezelőtt ugyanilyen kitűnő beszámolója volt a rendőrségnek. Soha nem tették szóvá egyébként, de a tüske azért tessenek elhinni, hogy ebbe az állományban megmaradt. Sikerült politikai okok miatt nem elfogadni a rendőrség beszámolóját. Én a közülés után emlékszem rá, budapesti tárgyalásom volt, délután is mentem, körülbelül 3 vagy 4 megyei vagy országos rendőri vezető hívott fel, hogy Laci, mi van nálatok? Hát nem fogadják el a rendőr saját rendőrségük beszámolóját. Úgy látom, hogy ezen már lassan, hál' Istennek túl vagyunk. Ez a beszámoló is, én azt gondolom, hogy egy jó színvonalú beszámoló, de nem is ez a lényeg, hogy milyen a beszámolónak a színvonala, hanem az, hogy mit tartalmaz, mik az eredmények. Nem provokatív volt a kérdésem, főkapitány úr, amikor megkérdeztem a határmenti együttműködést, csak annyiban, hogy tudtam, hogy ha ezt megkérdezem, akkor pozitív eredményről tetszenek beszélni. Tessenek róla beszélni, ebbe is tudom, hogy napi együttműködés van, nagyon fontos, balesetek vannak ezen az oldalon, a túloldalon, hozzátartozók ott vannak, tanástalanul, ezt ügyvédként is látom, a bűnözés szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy milyen információk áramlanak át a határon a rendészeti szervek között. Én azt gondolom, hogy ez így nagyon rendben van. Összességében, amit én nagyon fontosnak tartom, én úgy látom például rablások, ugye csökkenő tendencia, jók a nyomozati felderítési mutatók. Tehát ezek én azt gondolom, hogy mindenre mindig kiterjed a beszámoló, azért itt az elődök is magas színvonalon végezték a munkát, hogy ha helybeli volt, ha idegenből jött a kapitány, azért hál' Istennek nekünk jó kapitányaink voltak. Az, hogy végre megyebeli kapitány van, annak örülök, mi azért egy-két, hogy mondjam, emberpróbáló napot már megéltünk annak idején a főkapitány úrral az árvíz idején, amikor Vásos Naménak volt a rendőrkapitánya, nem vertük a mellünket, de azért 30-valahány település kitelepítésénél azért egyetlen egy koccanásos baleset nem volt, egy eljárás nem kellett indítani, egyetlen egy haláleset nem volt, emlékszem itt éjszakon néhány éve, a miénkhez képest nem is tudom, egy eltörpülő árvíznél még haláleset is volt. Tehát én azt gondolom, hogy jó kezekben van a kapitánysága vezetése, jó, és az állomány is. Nagyon fiatal az állomány, ezt tudni kell. Tehát a mostani központi rendelkezések azért, hogy mondjam, nem ártottak. Látom, ugye, mert hát én azért már elég régi motoros vagyok, meg valahol azért csak kollégák is vagyunk, hogy látom, hogy a régiek közül nagyon profi nyomozókat visszavettek kapitány urék, aki vissza akart jönni, gazdaságvédelmi szinten, stb., akiknek a tudása, én azt gondolom, hogy a fiatalok mellett nélkülözhetetlen. Én szerintem ez a központi rendelkezéseknek a következménye, hogy az már nyugdíjba elment kollégák visszajöhetnek, de az, hogy a kapitány urék alkalmazzák, az én szerintem egy nagyon pozitív tendencia. Tehát én összességében az Összefogás megyénkért szövetségnek a nevében szeretném megköszönni a kapitányságnak a munkáját. Olyan területen tetszenek jól teljesíteni, ami én azt gondolom, hogy bármilyen furcsa, de jelenleg bűnüldözési szempontból, különösen a migrációs kérdésekben az ország legkeményebb területe. A leghosszabb határszakaszt tetszenek védeni, mert ugye nem a határőrség, hanem a főkapitány úr, és ennek is a parancsnoka.